Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És kedves testvéreim, a mai szentmisét fölajánlom hazánkért, illetve fölajánlom élő testvérpárért, továbbá Temesvári Benedek atyánkért, aki elkapta a koronavírust és kórházban kezelik, az ő gyógyulásáért is fölajánljuk ezt a misét. Továbbá az ima szándékot kérő kereszt apjáért, kereszt Sekresti és fiú gyógyulásáért, Sárközi Balázs atyáért, ő is beteg lett, illetve Ferenc Rihárd atyáért is fölajánljuk ezt a misét. A héten volt a kommunizmus áldozatainak emléknapja, meg is emlékeztünk a Szent Misében róluk, de hát úgy gondoltam, hogy vasárnap is emlékezzünk meg ezekről az áldozatokról, nem csak az elhunytakról, hanem mindazokról is, akiknek az életét ez az ideológia megnyomorította, vagy éppen nyomorgatja. Ezzel kapcsolatban hadd idézzem Alekszandr Szolzsenyicintől ezt a kis bekezdést, amit írt, hát az ő életét is megnyomorította, sőt 1970-es években még hontalanná is tették, hiszen egyszerűen elröpítették őt és családját Nyugat-Németországba, és nem volt állampolgárság egy ideig, egészen 1990-ig. És hogy mivé teszi tulajdonképpen ez az ideológia mind a mai napig, ezt így kell mondanunk, mind a mai napig, az embert. Azt mondja, a kommunistánál kártékonyabb és veszélyesebb embertípust még nem produkált a történelem. Cinizmusuk, szemtelenségük, hatalomélységük, gátlástalanságuk, rombolási hajlamuk, kultúra és szellem ellenességük elképzelhetetlen minden más normális, azaz nem kommunista ember számára. A kommunista nem ismeri a szégyent, az emberi méltóságot, és fogalma sincs arról, amit a keresztény etika így nevez, lelkiismeret. Ez zárójelben teszem meg, maga Adolf Hitler is beszélt a lelkiismeretről, mégpedig úgy, hogy kiírtom az emberekből a lelkiismeretet, így fogalmazott. Ennek az az oka, hogy a valaki a lelkiismeretére hallgat, tulajdonképpen nem áll be ezek mögé. A kommunista eltorzult lélek, egészséges szellemű európai ember
nem lehet kommunista. Nincs olyan vastag bőrt igénylő hazugság, amit egy kommunista szemrebbenés nélkül ki ne mondana, ha azt a mozgalma érdeke, vagy az elvtársak személyes boldogulása így kívánja. Erről ennyit, tehát megemlékezünk ezekről az áldozatokról is a mai szentmisében. Most pedig vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenhez. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Istenünk, te megparancsoltad nekünk, hogy hallgassunk szeretett fiadra. Táplálj minket szent igéddel, hogy megtisztult lélekkel, örvendezve szemléljük majd a dicsőségedet. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Mózes első könyvéből. Isten próbára tette Ábrahámot, és így szólt hozzá. Ábrahám, Ábrahám, itt vagyok, felelte. Akkor ezt mondta neki. Vedd egyetlen fiadat, akit szeretsz, Izsákot, menj Moria földjére, s ott mutasd be égő áldozatul azon a helyen, amelyet majd mutatok neked. Amikor megérkeztek a helyre, amelyet Isten mondott neki, Ábrahám megépítette az oltárt, rárakta a fát, kinyújtotta kezét, és vette a kést, hogy föláldozza a fiát. De az Úr angyala rászólt az égből, és azt mondta, Ábrahám, Ábrahám, itt vagyok, felelte. Az angyal folytatta, ne nyújtsd ki kezedet a fiú felé, és ne árts neki. Most már tudom, hogy féled az Istent, és egyetlen fiadat nem tagadtad meg tőlem. Amikor Ábrahám fölemelte szemét, látott egy kost, amely szarvánál fogva fennakadt a bozótban. Ábrahám odament, megfogta a kost, és feláldozta égő áldozatul fia helyett. Azután az Úr angyala az égből másodszor is szólt Ábrahámhoz, és mondta, magamra esküszöm, ez az Úr szava, hogy mivel ezt tetted, és egyetlen fiadat nem tagadtad meg tőlem, gazdagon megáldalak, utódaidat megsokasítom, mint az ég csillagait, és mint a tengerpart fövenyét, utódaid elfoglalják majd az ellenség kapuját, utódaid által nyel áldást a földön minden nép, mivel hallgattál a szavamra.
Ez az Isten igéje. Isten. Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki saját fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogy ne ajándékozom nekünk vele együtt mindent? Ki emel vádat az Isten választottjai ellen? Isten, aki a megigazulást adta, ki ítél el? Krisztus Jézus, aki meghalt, sőt fel is támadt, az Isten jobbján közbe jár értünk. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés és Mózes, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor ezt mondta Jézusnak. Mester, olyan jó nekünk itt lennünk. Készítsünk 3 sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Nem is tudta, mit mond, annyira meg volt a kiedve. Ekkor felhő árnyékolta be őket, és a felhőből szózat hallatszott. Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Mire körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az emberfia fel nem támad a holtak közül. A parancsot megtartották, de maguk között megvitatták, hogy mit jelenthet az, hogy feltámad a holtak közül. Ezek az evangélium igéi. Mint említettem a múlt alkalommal, hogy a nagybőjt vasárnapjain a 7 főbűnt vesszük sorra, és azt
elmélkedjük át, illetve vizsgáljuk meg, hogy vajon hogyan, vagy milyen, melyik vonatkozik ránk, melyiket úgymond éljük a mindennapjainkban, vagy melyiket nem. Múlt alkalommal ugye a kevésség a hét főbűn közül az első, magyarul mondhatnánk úgy is, hogy a gőg vagy a nagyképűség volt, amit átnéztünk. Ezzel kapcsolatban kitettem ide a kis asztalkára, kifele menet, hogyha valakit érdekel, akkor vihet belőle egy példányt. Egy Áper 4-es lapra kinyomtattam a kevésséget, tehát annak ugye a világi dolgokban, hogy mutatkozik meg, a lelki dolgokban, hogy mutatkozik meg, illetve mi az orvossága. Úgy a kevésségnek, mint a fösvénységnek, tehát a második főbűnt is kinyomtattam, az ilyen Áper 5-ös lapra sikerült, a másik az egy kicsit nagyobbra. De hát elvisszük, és átnézzük otthon, hogy előttünk legyen. Majd mindegyiket így a vasárnapok folyamán oda ki fogom tenni, és lehet belőle vinni. Mi is a fösvénység, ugye a második főbűn? Tulajdonképpen a megszerzett javak fölötti uralkodás, túlzott uralkodás, vagy rendetlen ragaszkodás a tárgyakhoz. Tárgyi dolgok fölött tulajdonképpen ilyenkor az ember elveszti az uralkodó képességét. Mert hát azért, akárhogy is nézzük, tulajdonképpen birtokolunk dolgokat. Akár csak egy cipőt, vagy egy zsebkendőt, de azt magunkénak mondjuk, és magunkénak tudjuk. Erre mondta az egyik atya, hogy tulajdonképpen csak jogilag birtokoljuk, mert valójában nem tudjuk teljes mértékben birtokolni a dolgokat, de ettől függetlenül ezt lehet normálisan birtokolni, hogy így mondjam, illetve ezt a birtoklási képességet elveszteni, amikor már rendetlen birtoklásról, ragaszkodásról beszélünk. Rendetlen vágyban mutatkozik meg mindez, és a megszerzett dolgok rendetlen birtoklásában, ahogy mondtam. Ezt a rendetlenséget jelzi, hogy a fösvény a számára szükséges mértékben sem válik meg javaitól. Tehát megválhatna, nincs rá szüksége, de akkor is magához köti, nem engedi el, nem adja ki a kezéből. Akár ugye pénzről van szó, akár ingatlanról, vagy akármi másról, ragaszkodik hozzá túlzottan. Tulajdonképpen a Szentírás is foglalkozik a fösvénység bűnével. Máté evangéliumában, Márk evangéliumában ugyanúgy szól Jézus erről. Az Ószövetségben a fösvény ostoba, vagyis ostobának nevezi az Ószövetség, mert mindent megvon magától, gonosz, mert nem osztja meg javait a rászorulókkal, mondja az Ószövetség. Így a Prédikátor könyvében olvashatjuk, aki szereti a pénzt, az sohasem kap elég pénzt, és aki szeret szerezni, annak sohasem elég a jövedelme. Tehát ezt megtapasztalhatjuk akár a magunk bőrén is. Ahogy nő a vagyon, szaporodnak a pusztítói. És mi haszna van a birtoklásnak? Csak a szeme elégül ki, mondja a Prédikátor könyve. Sirák fiának könyvében is olvashatunk a fösvénységről. Kicsinyes embernek nem való a gazdagság, s a telhetetlennek mire jók a kincsek? Teszi föl a kérdést Sirák fia. Az Új Szövetségben a pénzsóvárgást jelölik meg a fösvénység címszó alatt, így hát Szent Pál apostol a Timóteusnak írt levelében. Minden baj gyökere ugyanis a pénz utáni sóvárgás. Így néhányan, akik törik magukat utána, már elpártoltak a hittől, és sok bajba keverednek. Az e világ gazdagjait
figyelmeztest, hogy ne legyenek gőgösek is, reményüket ne bizonytalan vagyonba vessék, mondja Timóteusnak Szent Pál apostol. Miben nyilvánul meg tulajdonképpen a fösvénység? A gazdagság utáni vágy, mértéktelen uralma, aztán a vagyon különféle ravassággal való megszerzése, ugye ezt szokták mondani, hogy szélhámos valaki, és azon módon szerzi meg a vagyont, akár pénzformájában, akár más tárgyformájában. Mások bérének igazságtalan visszatartása, tehát ez is fösvénység, vagy alacsonyra szabása, adósság semmibe vevése, talált tárgy megtartása. Aztán még itt sorolja a teológus, akinek a könyvéből ezt kiírtam. A lelki megnyilvánulásai a fösvénységnek. Keveseljük az Istentől kapott tehetségünket. Ez is a fösvénységre jellemző, a fösvény emberre. Nincs megelégedve azzal, amit a jó Isten nyújt neki. Többet és többet akar a lelki dolgokból, a kegyelmekből. Persze nyilván kérjünk dolgokat az Istentől, nem arról van szó, hát Jézus sem tiltotta meg azt, hogy kérjünk, hiszen mondja, hogy keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek, mondja. Tehát kell kérnünk a jó Istentől a mindennapi élethez a kegyelmeket. Ahhoz, hogyha egy feladatot ránk bíznak, azt el tudjuk végezni, Isten kegyelmére is szükségünk van. Persze a kegyelem az a természetesre épít, vagyis arra a természetesre, amit már eleve megkaptam a jó Istentől, képességeket, de nekem azt föl kell használnom, azt bele kell adnom, nem dőlhetek hátra a fotelbe, hogy akkor majd jó Isten megcsinálja helyettem. Megadja hozzá a kegyelmet, hogy megtegyem. De ahhoz kellek én is. Nélkülem nem akar a jó Isten cselekedni az én életemben semmi. Tehát ő arra épít, illetve a kegyelmet úgy adja meg, hogy már nekem vannak képességeim, hogy azt a feladatot, vagy azt a rám bízott dolgot ellássam, megtegyem. Tehát nem lehet nélkülözni. De ugyanakkor ne legyünk kapzsik ebben a dologban. Elégedjünk meg a dolgainkkal, a kapott kegyelmekkel természetesen. És a jó Isten, hogyha valamit ránk bíz még azon felül, amit ismerünk, akkor meg fogja adni hozzá a megfelelő kegyelmeket. Megyünk tovább. Elégedetlenek vagyunk ezek miatt, ugye. Nyugtalankodunk és panaszkodunk a kívánt lelki vigasz és békesség elmaradása, késlekedése miatt. Na hát erre is nagyon sok példát lehet fölhozni. Például hányszor hallom a gyóntatószékben, vagy lelkivezetés során, vagy csak úgy egy sima, egyszerű beszélgetés során, hogy hiába kérem az Istent, nem adja meg nekem. Ilyenkor szoktam azt mondani, hogy lehet, hogy már meg is kapta az illető. Csak nem vette észre, mert annyira beszűkült a látóköre. Ez miatt, a dolog miatt, hogy annyira akarja, kéri, követeli az Istentől. És ez miatt nem fogja meglátni, hogy már meg is kapta azt a kegyelmet, de ahogy már többször elmondtam, bizonyára nem úgy fogja azt az Isten adni, ahogy mi azt követeljük tőle, vagy ahogy várjuk azt a kegyelmet, hogy megkapjuk. Hanem azt úgy adja meg, ahogy nekünk a legjobb, vagyis ahogy a javunkat szolgálja. Ezzel legyünk azért tisztában. Valaki túlságosan nagy gondot fordít a lelki könyvek, illetve irodalom keresésére, és mind a mellett a jó cselekedeteket elhagyja. Tehát a jó cselekedetek róvására imádkozik, böjtöl, lemond dolgokról, de a jó cselekedetet nem teszi meg. Erre egy példa. Egyik idős atya mesélte, hogy mikor káplán volt, akkor volt egy asszony, minden vasárnap eljött, hanem másút volt ez a történet. Elment a misére, aztán utána ott kint térdepelt a feszület előtt, utána megint bement a misi, a következő misére, és egész délelőtt ott volt. És akkor egyszer a plébános dühös lett, és elzavarta haza.
Ugye most első ránézésre a plébános a negatív szereplő ebben a történetben. Pedig nem. És akkor a káplán fölháborodott, aztán számon kérte a plébános, hogy hát mit csinált atya? Hát ez milyen jámbor? Igen, valóban jámbor, otthon X gyereke van, a férje elhagyta sajnos, és ahelyett, hogy főzni az ebédet, a vasárnapi ebédet a gyerekeinek, itt térdepel és mondja az imákat. Ugye? Tehát mégiscsak nem a plébános, hanem az illető a negatív szereplő ebben a történetben, mert ott térdepelt. Nem látta el az állapot beli kötelességeit. Ennyire egyszerű. A lelki javakat, a lelki életet előbbre tartotta, mint azt, hogy otthon legyen a gyermekeivel és megfőzze nekik az ebédet. Tehát helyesen cselekedett a plébános, felhívta ennek az asszony, valószínűleg nem először látta ezt, vagy történt ez vele, és felhívta a figyelmét, hogy tessék elmenni és ellátni az állapotbeli kötelességeket. Azt utána lehet jönni misére, meg hozza el a gyerekeit is, azok ne otthon lustálkodjanak. És akkor utána főzzék együtt az ebédet, stb. Lehetne még tovább fűzni a gondolatot. Túlságosan ragaszkodunk a lelki életet tápláló külső jelekhez, szentképek, kegytárgyak, stb. Mint a főbűnöket, általában a fösvénységet is más olyan esetek, olyan cselekedetek kísérik, amelyek tulajdonképpen további bűnöknek a gyökerei lehetnek. Ezt hívjuk víciumnak latinul. Ilyen az igazságtalanság, irigység, hazugság, a szétszórtság, a lelki dolgokban való eltompuláshoz vezethet mindez. Mértéktelenül fölhalmozott javak ugyanígy áttekinthetetlenné válnak. Keszekusza lesz minden, az egész élete az embernek. A fösvénység alapja az értékrend fölcserélése, a véges dolgoknak, Isten és a lélek dolgainak többre értékelése. Ugye ez a lelki megnyilvánulásaihoz tartozik. Na de azért nem kell kétségbe esnünk, vannak orvosságai, úgy, ahogy a kevésségnek is vannak orvosságai, a fösvénységnek is vannak orvosságai, ilyenek. Istenre hagyatkozás, kicsinyekre, szegényekre figyelés, az irgalmasság gyakorlása, ugye imádkozni elhunytakért, élőkért, vagy halottakat eltemetni, ez is az irgalmasságnak a cselekedete. És még lehetne sorolni, mert van több ilyen is. Összeszedettségre törekedés, minden felesleges kerülése anyagiakban és lelkiekben egyaránt. Tehát amit itt felsoroltam, azoknak az elkerülése. Tehát mindenhez a Jóisten megadja nekünk a kegyelmet, megadja azt az ajándékot, amire szükségünk van. Csak nyitott szemmel kell járnunk a világban, Istenre nyitottnak kell lennünk, és magunkra és az embertársakra egyaránt. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért, leszállt a mennyből, megtestesült a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kín halált szenvedett és eltemették, harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Szentlélekben, Urunkban és éltetőkben, aki az Atyától és a Fiútól származik,
akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a profétek szavába. Hiszek az egy szent, katolikus és apostolikai szent egyházban. Vallom az egy keresztséget, a bűnök bocsánatára. Várom a holtak feltámadására, és az eljövendő örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim, hogy megismerve Isten határtalan szeretetét, igaz bűnbánatra induljunk. Addurunk, hogy az egész világ felismerje Krisztusban egyszülött fiadat, a világ üdvözítőjét. Addurunk, hogy egyházad a nagybőjt idején bűnbánatban megújulva készüljön húsvét ünnepére. Add, hogy a népek önzetlenül támogassák egymást a nyomor megszüntetésében. Add, hogy a Szent Mise áldozat kegyelmeiből erőt merítsenek szenvedő és gondokkal küzdő embertestvéreink. Add, hogy végső óránk felkészülve bűnbánatban találjon bennünket. Mindenható Atyánk, Te egyszülött fiadat adtad a világ életéért. Segíts minket gyengeségünkben, hogy kegyelmedet vissza ne utasítsuk, és így elnyerjük a megváltás gyümölcseit. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, tisztítson meg bűneinktől ez az áldozat, szentelje meg szolgáit, testét és lelkét, hogy méltó módon ünnepeljük meg húsvét ünnepét. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a emeljük föl szívünket. Felemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Ő tanítványainak saját halálát előre megmondta, a Szent Hegyen megmutatta nékik dicsőségének fényét. Így világossá tette számunkra, amit a törvény és a próféták tanúsága hirdet, hogy szenvedésére a feltámadás örök fénye virrad. Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük, és hangos szóval vég nélkül zengjük.
Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott. Majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, a szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Péter püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk szavára, isteni tanítására így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyben vagy, szenteskedjék meg te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg az gonosztól.
Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Krisztus, ami békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a veletek. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség közünk mindenkor. A mi Úrunk Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése váljuk a szent áldozásban, lelkünk bűnösségére. Jézus Krisztus szentesen is az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok végül, hogy bajékomba jöjj, hanem csak egy szóval, és meggyógyul az életek. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Minden igében, mert
Könyörögjünk. Dicsőséges Szent, testedet és véredet magunkhoz véve, hálát adunk neked, Urunk, mert már itt a földön mennyei ajándékaidban részesítesz minket, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Hirdetjük a testvéreknek. Csütörtökön megtartjuk a szokásos szentségimádási órákat itt a templomban, 7 órától 8 óráig férfiak számára, illetve 9 órától 14 óráig pedig bárki jöhet és imádkozhat a kitett oltári szentség előtt. Nagybőjt péntekjein a 17 órási misét követően keresztút állítatosságot tartunk itt a templomban. Adóbevallások ideje van. 2x1%-át mindenki felajánlhatja az adójának. Kérjük a testvéreket, hogy az egyik 1%-ot a katolikus egyházjavára ajánlják föl, a másikat pedig a Boldog Özséb alapítvány javára, ezzel tulajdonképpen rendünket, közösségünket támogatja az illető. Szentelt víz továbbra is vihető a sekrestye előtt található kis hordóból. Az idei évben az a megtiszteltetés érte rendünket, illetve rendünk egyes tagjait, az idős atyákat, név szerint Borsos József atya, Temesvári Benedek atya, Udvarnoki István atyát, Imre Csanád atyát, Botfai Levente atyát és Kálmán atyánkat, Tölgyes Tibor Kálmán atyát, hogy megkapták az a Hit Pajzsa díjat. Ennek átadása a tegnapi napon történt meg, egyébként minden évben a kommunizmus áldozatainak emléknapján, vagyis február 25-én van ennek az átadása. Most nem tudom, hogy miért tették át, meg volt biztos az ok. Azok kapják meg ezt a díjat, akik a kommunista diktatúra ideje alatt is helyt álltak hitükben, kitartottak Krisztus mellett. Adjunk hálát az idős atyákért, illetve mindazokért, akik ki tudtak tartani a hitben, és így tanúságot tehettek Krisztus mellett egy ilyen időszakban. Most pedig fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála.